Súlyosan sújtotta a szárazság és a fagy az idei termést világszerte, így Vajdaságban is. A körzetben 220 ezer hektár termőföld van, ebből 160 ezer hektár komoly károkat szenvedett. Leginkább a kukoricaföldek, a napraforgó, a szúja és a cukorrépa sérült. A betakarítás még mindig folyamatban van. Becslések szerint a tavalyi hozam mintegy 40-50%-a várható. A kár körülbelül 200 millió euró. De ljudi zaista nemaju pare i da je zaista potrebno učiniti sve. Mobilisati sve snage, pa po i cenu da javni sektor čeka platu, ponavljam, da javni sektor čeka platu, jer ukoliko se ne zaseje, imat ćemo veći problem nego što je on inače sada prisutan. A szóját, a napraforgót és a cukorrépát átmenetileg nem szabad külföldre szállítani. Ez várható a búza és a kukorica esetében is. A gazdasági kamara ülésén elhangzott, az ország iparának védelme érdekében meg kell engedni ezeknek a haszonnövényeknek a kiszállítását. A másik megoldás, ha a termények árát európai magaslatokba emelik. Jedan od instrumenta koji bi nama mnogo značio bi bio i taj da se to plati u ratama. U nekim obrocima, pa bi lakše i mi to podneli, lakše bi i budžet bi dobio sestvo i sve. A mezőgazdasági károk következményeit minden lakosnak viselnie kell, nem csak a termelőknek, feldolgozóknak, hangzott el a kamara ülésén.